hát Zolikám, kiszálltam az autóból, mutatok itt neked egy Mercedes, csak azért, hogy tudd, hogy itt Amerikában is vannak gazdag emberek, akik Mercedes-szel közlekednek, nem úgy, mint én, a Rubikonnal. Na, most komolyan mondom, itt van a parkoló, és előttünk kinyílik egy nagyon szép panoráma. Ott pont a közepén látsz megint autókat, ott egy más ilyen kilátó van, köztünk egy nagy szakadék. Megyünk tovább. Mi körülbelül itt vagyunk, né? Körülbelül itten. Na, itt van a szakadék, amiről beszéltem, és ez elválaszt minket egy másik parkolótól, ami pont itten van. Látszanak az autók. Nem tudom, mennyire látszik a tó. Minden esetre most, hogyha balra nézünk, akkor meg fogod látni a kék vizet, és valami nagyon érdekes sziklákat, amiket én majd valahogy megközelítek a zoommal, mert nem akarok oda lemenni, mert már öreg vagyok, ugye, hogy tudod, és fáj a lábom, hogyha nagyon hegyre, mászok hegyre. Most egy kicsit süvíteni fog a szél, és csak ma azt akarom megmutatni, hogy vannak padok, lehet kajálni, barbecue is van, de persze szenet nem adnak hozzá, és nem szabad tüzet csinálni, tehát vagy szénnel, vagy gázzal, egy kis panoráma. Kár, hogy nem hoztam a gimbalt, amit vettem, feltettem volna a telefont a gimbalra, de hát egy kicsit sietek, úgyhogy lehet, hogy rezegni fog, vagy remegni fog a kép is. Ottan előttünk, hogyha egy kicsit közelebb hoznám, akkor látszanak valami elég érdekes sziklák, és azok mellett elég mély a víz, úgyhogy jól lehet ott horgászni. Én is soha nem voltam, mert túl lusta voltam, hogy odáig lemenjek az egész felszereléssel. Mindig, mikor megyek horgászni, nekem sok cuccom van, lehet, hogy egy kicsit süvít a szél, úgyhogy mindjárt meg is állok itt. Na, miatt befejezem ezt a filmet, akarok mutatni itt neked egy hatalmas nagy mosást, és látszik az erózió, meg azok a fehér csíkok, amit ilyen vízszintes csíkok, azok gipsz lerakodások, amik ebből a detritusból kimossa a víz a kalcium szulfátot, és lerakodik, mint gipsz. Én ezt már filmeztem azelőtt is, úgyhogy te ezeket már ismered, neked ez már nem nagy újdonság. Na, készülök menni a tóhoz közelebb, egy ilyen kis mini kikötőbe, ami nekem a kedvencem, és hát ott valami érdekes dolgokat még tudok neked bemutatni. Hát körülbelül ennyi, találkozunk nem sokára. Szia! Beautiful speedboat. Hát ez igen, Zolikám, neked van ez a film csinálva. Ez 1500 lóerős motor van benne, és jet, nem tudom, hogy mondják ezt, nem lökhajtásos, de minden esetre nincsen propellerje, hanem kidobja a vizet. Itt vagyok a Lake Meadnél, mindjárt megyek haza. Így néz ki, ez egy katamaran. Látszik ott elől. Így néz ki előről. Mindjárt kihúzza a pasas a vízből. Egyedül van, úgyhogy lehet, hogy majd segítek én neki. Ez egy 6-hengeres motor. Nagyon nagy motor. Nagy zajt is csinál, sajnos nem volt időm hamarabb kijönni, hogy tudjad hallani a motor zúgását. Hát így néz ki. Most olyan a tulajdonos ki fogja húzni a vízből. Egyedül van, aztán nem tudom, hogy fogja ezt
megoldani. Na, mindjárt meglátjuk. Na, mostan taszítja fel, vagy csúsztatja a remorkájára. Azt mondta, hogy elég nehéz a csónak, ez üvegfibrából van csinálva, tehát fiberglass, és de a motor az nagyon-nagyon nehéz. Látszik is, hogy mennyire be van süllyedve a vízbe, de amikor beindítja a motort, akkor bizony egy kicsit kijön a vízből. Még egyszer mondom, hogy ez egy katamarán, és most mind igazítja, igazgatja, hogy tudja becélozni a trailerbe, hogy mondjam én is angolul, remorkába, vagy nem tudom, hogy hívják meg, vagy talicskába, vagy mindenesetre szépen felhúzza, semmi probléma nélkül, leköti, és aztán majd kihúzza a vízből. Azt is majd megmutatom. Még csak annyit akarok mondani, hogy a pasas az Arizonából jött, és itt egy ilyen kis kikötő van, a Lake Meadnél, nem a nagy kikötő, hanem a kicsi kikötő. Okay, take care, thank you, good luck. Na, most fogja kihúzni. Lássuk, hogy hogy fog menni. Na, már is húzza. Kiemelkedik a szörnyeteg a vízből. Ott van hátul, látszik az a üznie. Közben valaki felhívott telefonon is. Sok minden történik. De minden esetre remélem, hogy élvezted, hogy hogy néz ki ez a kis csónak. Itt csak egy kis panorámát mutatok neked, hogy lássad. Ezt már láttad egy más filmben, ahol a drónt felemeltem, és itt reptettem. Fent ott vannak a hegyek, az a Lake Mead. Na, ez körülbelül ennyi. Üdvözöllek, szia, minden jót! Na, ki van már húzva, itt látszik az a nazó, és az a lappantyú a végén, az a reverse, tehát vissza is lehet menni, mint egy repülőbe kinyílik, eldugja azt a lyukat pont itt, ez lejön, és akkor előre fog lökni. Very interesting. Yes. Na, megmutatom még egy kicsit a motort. Itt van a volánja, ott van egy gázpedálja. És hát ez a motor, ez supercharged, tehát ott fent, ez, amit te itten látsz, ezt úgy hívják, hogy supercharged, tehát a motort jobban még megtölti, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, minden esetre megnöveli a lóerőt borzalmasan. Ezek a kipufogók, úgy, ahogy látod, nincsen semmiféle tompító, tehát nagy zajt csinál. Sajnos nem volt nekem időm hamarabb kijönni. Itt így néz ki, egy kicsit fény ellen. És még egyszer mutatom neked. Ebben van a turbina, pont itten. Az a turbina, és itt lövi ki a vizet. Hatalmas nagy sebességgel, lökhajtásos, hogy úgy mondjam neked. Na, hát ennyi, én beülök az én lökhajtásos jeepembe, és vágtatok hazafele.